A mohácsi Kanizsai Dorottya Múzeum 1975-ben megkapta a magyarországi horvátok, szerbek és szlovének bázismúzeuma státuszt, és mint ilyen országos gyűjtési jogkörrel rendelkezik. A gyűjteményen belül a legnagyobb csoportot a szőttesek, népviseletek és más népművészeti textíliák képviselik. A nemzetiségek napjára drávamenti horvát és mohácsi sokac viseletekkel érkeztek Pécsre. A Kanizsai Dorottya Múzeum ugye minden alkalmat megragad arra, hogy a gyűjteményét kicsit az emberekhez közelebb tudja hozni, és ezért nagyon nagy örömmel fogadtuk a pécsi horvát önkormányzat meghívását erre a mai rendezvényre. Ugye a gyűjteményünkben néprajzi és helytörténeti anyagot láthatnak az érdeklődők, amikor eljönnek hozzánk a múzeumba. Nagyon gyönyörű viselet együttesek vannak kiállítva a kiállításban, de hát nem mindenki jár múzeumban. Ezért gondoltuk, hogy ami úgymond demonstrációs anyagunk, amit főként a múzeum pedagógiai foglalkozásainknál a gyerekek számára szoktunk használni, tehát a nem leltározott tárgyainkból hoztunk egy viseletválogatást, és hát természetesen aki erre kedvet érez, mert azért ezzel az emberek nem minden nap találkoznak, akkor fel tudja próbálni, és egy kicsit átérezhető, hogy az őseink hogyan jártak. És a másik meg az, hogy szeretnénk tisztelegni ugye ez előtt a nagyon nehéz és kemény asszonyi munka előtt is, ugye, mert a viseletdarabokat, tehát onnan, hogy a lent vagy a kendert megtermesztették, ugye a fonalat előállították, megszőtték az anyagot, és abból ugye a viseletdarabokat elkészítették, és utána természetesen még kézi munkával ki is hímezték. Tehát ezek egy nagyon megbecsült darabok voltak, ugye korábban anyáról, leányra vagy apáról, fiúra is örökölték, és hát azért valóban ez nem egy olyan dolog, amivel minden nap találkozhat a közönség. Drávamenti horvát viselettel, mint az most itt nagyon jól látszik Vesznának köszönhetően. Úgyhogy erről szeretnénk egy kicsit részletesebb bemutatást, talán kis érdekességeket is, ami nem biztos, hogy mindenki számára ismert, hogy például milyen alsó ruházattal indulunk, hogy épül föl a viselet. Most ez egy fiatal menyecske viselete. Nem a legifjabb kori, mert akkor mondjuk még esetleg fátyol is lehetne fej körüli részen, illetve tehát nem a, hát mondjuk úgy, hogy már gyerek születés után, tehát hogy egy érettebb menyecskének a öltözékkel látható. Igazából attól izgalmas, hogy nagyon szépen látszik az együttélés, a nemzetiségek egymásra hatása, akár a magyarországi magyarság, aki a dráma mentén a horvátsággal azonos területeken élt, hogy például az úgynevezett bikla, az feltételezhetően a magyaroktól lett átvéve maga az elnevezés. Tehát maga ez a mell alatt kötött, nem derékon, hanem mell alatt elvágott női alakzat, tehát ez a sziluett, ez így alakult ki, ez feltehetően az együttélésnek köszönhető. Ugyanakkor a szövéshez és a textil technikához való ragaszkodás, a motivumok, a hagyományok, az mind a horvát hagyományokhoz, tehát az őshazából az ide települt horvátság megőrizte nagyon hosszasan. A mai ízléshez képest talán túl tarkának vagy színesnek lehetne nevezni, de ugye a fiatalság, az egészség, az élet, a kedv, az erő, az egészség szimbolikája megjelenik. Tehát, hogy az élénk pinkek, a sárgák, a bordók adott esetben nem összeillőnek tűnő, de mégis egyfajta harmóniát alkotó színesség az megjelenik. Már gyári anyagokkal, ami hagyományosan ugye alapvetően piros, fekete, fehér vásznakkal indul, aztán jelennek meg a sárgák, akár türkisz kékek, élénk zöldek, úgyhogy nagyon izgalmasan alakul ez. Ez egy divat korszak igazából, ami így az egyszerűbbtől a sokkal díszesebbig. Egyrészt szerencsések vagyunk, mert nagyon sok a horvát intézmény Pécset, tehát van horvát iskola, horvát színház, klub, tudományos intézet, az egyetemen horvát tanszék. Tehát egyfelől Pécs egy szerencsés helyzetben van, másfelől mindig a városban kicsit nehéz összefogni a közösséget. Hogy egy faluban mindenki mindenkit ismer, mindenki tudja, melyik az a közönség, amit meg kell szólítani. Itt ez kicsit nehezebben megy, de azt hiszem az ilyen rendezvények is hozzájárulnak ahhoz, hogy láthatóvá váljon. Fontos, mert ugye népszámlálás lesz hamarosan, és nagyon nem mindegy, hogy a horvát közösség mennyire tudja a népszámlálási adatokban megmutatni magát. Mi szeretnénk, hogy legalább az a 2000-es létszám, ami pillanatnyilag, tehát
10 évvel ezelőtt körülbelül 2000-en vallották magukat horvátoknak Pécset, reméljük, hogy ez most is így lesz. A Nemzetiségek napján a Pécset élő népcsoportok ételkülönlegességeivel, zenéjével, táncaival, hagyományaival, népviseletével és kultúrájával ismerkedhettek meg a kilátogatók.